Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit ebben a könyvbemutatón. Én Elmar Miklós vagyok, a Henrik Mondok könyvkiadó vezetője, és ennek a könyvnek a büszke szerkesztője. Kezemben tartom, mert szeretem kezemben tartani, nézegetni borítóját, a fotókat, beleolvasni. Nagyon nagy munka volt. Én büszke vagyok rá, de hát elsősorban a szerzője lehet rá büszke, mert Kálikhoz is Barbara. Én is szeretnék megemlíteni, hogy az életet mellett, hogy a fő érdem Barbarája, az egy csapatunkra volt. És Kálikás Patrícia az itt a könyv szakmai lektora, úgyhogy az ő munkája is benne van abban, hogy ez a könyv szerintem amennyire kicsit laikusként meg tudom ítélni, tökéletes lett, bár nyilván nincs abszolút tökéletes könyv. Barbara néhány éve már a kiadónk külső munkatársa, Erzsébet királynéről szóló könyv szerkesztésében segített nekünk. Nem is tudom, hogy hogyan ismerkedtünk meg, mert nem emlékszem, de nagyon jó, hogy össze ismerkedtünk. És ugye számomra kiderült nagyon gyorsan, hogy itt egy olyan kutatóról van szó, aki nem csak úgy választotta ezt a szakterületet magának, hanem nagyon régóta szenvedéllyel, szeretettel, szerelemmel kutatja Erzsébet királynét, de nem csak az ő életét, hanem általában az arisztokrácia témájában vannak most már ugye jó ideje publikációi is, Barbara. Az felmerült az a kérdés, hogy miért kellett még egy Erzsébet királynő, hiszen olyan sok van már. Amikor én megismertem jobban Barbarát, akkor egyértelmű volt, hogy ő az a ember, az egy kutató, aki tudna írni egy olyan könyvet, ami ennél nem volt, és amit érdemes megírni. És azért érdemes megírni több dolog miatt is. Egyrészt, mert Barbara olyasmiket is tud, őrséget is kikutatott, amit senki más. Tehát hiába, hogy született hány száz könyv a témáról, még mindig van a felfedező való benne, amit ugye Barbara megvetőtte bizonyított nekünk, hogy igenis lehet még találni olyat, amit más még nem talált meg, amit más még nem írt meg. A másik ok, ami miatt én úgy döntöttem, hogy Barbarát megkérem ennek a könyvnek a megírására, az, hogy ugye rengeteg érdekes publikáció jelenik meg, de én azt szeretem, hogyha valaki szenvedélyesen szereti azt, amivel foglalkozik, és ez nem olyan gyakori. Hogyha valaki szenvedélyesen szereti a témát, akkor valószínűleg a jó könyv születik. És ez is történt. A harmadik ok pedig az, hogy bár nagyon sok életrajzot írtak már Erzsébet királynéről, de olyat, ami elsősorban arra koncentrál, ami nekünk magyaroknak a legérdekesebb, olyat még nem írt senki. Tehát, hogy hogyan lehet Erzsébet királyné, kicsit sarkosan, de egyszerűsítve megfogalmaz, hogyan lett belőle magyar lélekben. Úgyhogy én akkor át is adnám a szót Barbarának, aki ebben az előadásában nyilván ezt is el fogja mesélni nekünk, hogy Erzsébet királynő Borsziszikről hogyan lett lélekben magyar. És köszönöm. Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és azért veszünk fel a videót, mert nagyon sokan nem tudtak eljönni a mai napon, de szeretnék látni, hogy hogyan ezt az egész előadást, és ilyenkor mindig felszoktuk venni, és majd a YouTube-on meg tudják nézni. Én
Nagyon köszönöm Miklósnak, hogy felkért ennek a könyvnek a megírására, és én nem emlékszem még a mi találkozásunkra, ez 2018 szeptemberében hívott be Miklós a kiadóba, de én csak októberben tudtam bemenni, mert akkor volt egy több előadásom a külföldiek számára angolul, ilyen zárt körű előadások, és nagyon sok mindent felajánlott nekem Miklós így a kiadóban, és amikor már készültem volna elmenni, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, akkor készültem volna elmenni, már álltam föl, és akkor mondtam, hogy Barbara, gondolta már ön arra, hogy könyvet írt. És akkor annyira megörültem, hogy hirtelen le is ültem, mert nekem ez volt az egyik vágyam, hogy könyvet írjak, de soha nem mondtam el így olyan helyeken, ahol ez érdemben érdekes lehetett volna, és mindig szerettem volna, és nem gondoltam, hogy az első Erzsébet királynéről lesz az első könyvem, úgyhogy nagyon örülök, hogy erre a könyvre felkért engem, és így a legjobb, hogy Erzsébet királynéről lehetett az első könyvem, és remélem, hogy hát még hátfelől írnék még róla, majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert nagyon sok mindent lehet még róla írni, ami nem fér be a könyvbe, és máshol is írnék, ami más jellegű. Ez volt az a portré, amit én legelőször megláttam Erzsébet királynéről egy újságban, és ez a portré indította meg bennem azt, hogy minél többet meg szeretnék róla tudni. Erről a portréról sugárzik a báj és a kedvesség Erzsébet királynéről, úgyhogy nekem ezzel kezdődött minden, és hogyha az előszót is olvassák, akkor látják, hogy ebben is ezzel kezdjük. Itt pedig Mária Valéria látható, Erzsébet királynénak a kedvenc leánya. Mária Valéria is fontolta, hogy megírja az életrajzát Erzsébet királynénak az édesanyjának, de erre végül nem került sor, viszont az ő naplója az egy hiteles forrásnak tekinthető Erzsébet királynét illetően, és én is sokat használtam fel belőle. Ez a valami, hogy Erzsébet királyné mitől lett olyan különleges, és miért van még mindig a szívünkben, ezt próbált körbejárni a könyvben, de nem úgy körbejárni, hogy az olvasónak a szájába rágni, hanem úgy, hogy az olvasó saját maga is kialakítsa magában, hogy miért volt nekünk, és miért máig olyan fontos Erzsébet királyné. Mert hogyha mondjuk belegondolok abban, én nem annyira szoktam foglalkozni ilyen értelemben a politikával, a történelemben, hogy mint volt, de hogyha csak abban gondolunk bele, hogy teli van olyan középülettel és utcanével, közterületnével, amit Erzsébet királynének a nevét viseli. És hogyha most másra gondolunk, más nagy alapra, akkor kevesebb van, sokkal több, hogy meghagyták ezeket a neveket, és azért szerintem ennek is valami fontos oka lehetett. Szeretném én is megköszönni Pálinkás Patricia Zitának a munkáját, mert ő nagyon sokat segített nekem, ugyanúgy, ahogyan Miklós, és még egy embert említenék meg, Seremetyev Pap János gróf urat, aki szintén nagyon sokat segített nekem, ő kötődik a Habsburgok magyarágához. És ezt így azért is mondanám, mert hogy ez tényleges csapatmunka volt ez a könyv nekünk, és akit még megemlítenék, a Horváth Sára, aki a képek beszerzésében segített nekem nagyon sokat, és hát persze mindazok, akik még dolgoztak a könyvben, a borító tervező is, és akiket meg lehet majd nézni benne, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez az egész, ez egy csapatmunka volt, hogy ilyen szépen megszülessen a könyv, és nagyon jók a visszajelzések is szerencsére. Na most akkor most már Erzsébet királynéről szeretnék beszélni. Egyrészt a könyvből, van-e valaki, aki, vagy hát hányan vannak, akik már olvasták a könyvet? Igen, így. Jó, akkor elkezdjük másokat. Mert látják ezeket a kiemelt részeket. Vannak benne ilyen kiemelt részek, ez is Miklósnak az ötlete volt, úgy gondoltam, hogy ne tegyük lábjegyzetbe a dolgokat, hanem amit fontosnak tartunk elmondani, azt tegyük ilyen kiemelt részekben, érdekességeket, és ezek is olyan különböző érdekességeket adnak hozzá az egész könyvhöz. Az olvasói visszajelzések azt tükrözik, hogy nagyon szeretik az olvasók ezeket a kiemelt részeket. Így például van arról is lehet olvasni, mi volt az a látogatójegy, ez tulajdonképpen a névjegykártyának volt az úgymond az elődje, és Erzsébet királynak is volt egyébként látogatójegye, vagy pedig az, hogy András Gyula milyen hatást gyakorolt a nőkre, akkor arról is egy különleges kérdés, hogy Erzsébet királyné jó anyának vagy rossz anyának tekinthető-e, ez is egy érdekes, ezt is az olvasó is majd megfogalmazza magában, és hát Rudolf John örökösről is, Dr. Örökös is fontos szerepet kap a könyvben. A kép illusztrációkról azt szeretném elmondani, hogy mi úgy raktuk bele ezeket az illusztrációkat, és úgy is helyeztük el, és úgy válogattuk ki, óriási munka volt ez mindannyiunktól,
hogy ezek a mondani valót támaszták alá, hogy ne csak úgy, hogy akkor bekerül egy kép, és csak azért, hogy most itt van, hogy itt van rajta Erzsébet királyné, mert szép volt ez a kép, beraktuk, mi nem így csináltuk, hanem alátámasztja a mondani valót. És az egyik dolog az az, hogy például a budai várról, a budai királyi palotával kapcsolatban is beraktunk érdekességeket. És az pedig azért is, mert akik követik az előadásaimat, olvassák az írásaimat, nagyon sokszor jöttek oda, hogy ők arról szeretnének olvasni, hogy Erzsébet királyné a budai palotában hogyan érezte magát, hogy hogy töltötte ott az idejét, és ezért tartottam fontosnak, hogy olyan képeket szerezzen. Úgyhogy itt az egyik, hát most már nem így néz ki a budai palota sajnos, az Erzsébet királynénak látható itt a filagóriája, ez a hosszú, amit itt látunk. És ez azért volt ez fontos, mert Erzsébet királynak volt Gödöllőn is, a Gödöllői királyi kastélyban is, és Söndonban is volt csigalépcsője, ami keresztül lejuthatott a kertbe, és még nagyon sok helyen, ahol megszállt egyébként, nem csak ott, ahol lakott. És itt a budai várban is szeretett volna olyat, hogy ne csak úgy tudjon lemenni a kertbe, hogy mindenki keresztül és köszöngetni mindenkinek, és akkor ezért épült meg neki, így a királyi ebédlőből vezetett ki, ott vannak a laposztályok, és így le tudott jutni a palota kertbe a Pilagórián át. A másik kép az pedig a Lila Szalon a budai palotában, azért szeretem ezeket a képeket, van benne több is, meg is színesben tudjuk elképzelni, és nem fekete-fehérben, hogy hogyan nézett ki. És itt a Lila Szalonban itt került sor kötetlen beszélgetésekre, Erzsébet királyné, illetve Ferenc József, jobbára Ferenc József, ott látjuk ott a képen is, hogy ez inkább az ő szalonja volt, de Erzsébet királyné is volt persze itt, és itt családi beszélgetésekre került sor, de itt beszélgetett például András Gyula gróffal is, Ferenc József. És abból is lehet érezni, hogy ez egy ilyen intimebb dolog volt, hogyha megnézzük, hogy nagyon közel vannak egymáshoz rendezve a székek és az asztalok. Ez most már nem meglepő nekünk, mert hát már is így van, biztos sokat már, de akkoriban azért, hogyha ebbe belegondolunk, elég érdekes dolog volt, hogy akit így fogadott vacsora után a császár király, azt tényleg bizalmas beszélgetés keretében belül tette. Az egyik fontos dolog, nagyon fontos, hogy a könyvben többféle szempontból bemutatódik Erzsébet királyné. Az egyik az, hogy milyen nő volt, mint nő milyen volt. Itt láthatjuk a fiatal Erzsébet császárnét. Azt tudni kell, hogy amikor Ferenc József megszerette Erzsébetet, akkor ő rá még nem annyira figyeltek fel, nagyon kevesen figyeltek fel rá, és sőt, még az édesanyja is aggódott azért, hogy hogyan tudja majd férjhez adni a kis Cici, mert azt mondták róla, hogy egyetlen egy szép vonása sincsen. Hát most azért most már nem így gondolnak szerintem. És a középső képen, amikor ez a kép készült az 1860-as évek közepén, akkor már Erzsébetet tartották a világ egyik legszebb asszonyának. És az utolsó kép az egy ilyen fiktív illusztráció, ahol a harmadik. Erzsébet királyné visszavonult fokozatosan az élettől, mint ahogyan nagyon sokan figyelt is, hogy ezáltal ő maga adott hozzá mítoszához, mert hát mítosz lett Erzsébet királynéból. Mert ugye nem ismerjük, hogy milyen volt időskorában, nem készültek róla felvételek. Andrássy Gyula azt mondta Erzsébet királynéről, hogy röviden csak azt mondhatom, hogy második így nő nem létezik, és ezt is hozzátette, hogy ő sajnálja nagyon, és nem is érti, hogy miért nőtt el az eszét Erzsébet királyné és a szívét annyira, mintha nem illenék mutogatni. Azért ezt a képet, tehát ezt a témakört hoztam most így hirtelen elsőre, hogy Erzsébet királynéről manapság nagyon sokan csak a szépsége kapcsán beszélnek, hogy ő volt a világ legszebb asszonyának említik, azért ez kicsit túlzás, mert inkább egyik legszebb asszonyának mondhatjuk, és sokan csak ekként is nagyon sok írást olvasunk, ahogyan bemutatják Erzsébet királynét, sok helyen elég botrányosan beszélnek róla, de hogy a szépség sokszor az, ami az előtérbe kerül, holott nem csak arról, hanem az Erzsébet királyné kedvességéről és nekünk magyaroknak, hogy milyen magyar királyné volt. Az is bemutatódik, hogy milyen feleség volt Erzsébet királyné. Az összes kép, amit itt láthatnak a dián, mindegyik a könyvből származik, úgyhogy majd meg tudják önök ezt nézni. Az Erzsébet, amikor feleségül ment Ferenc Józsefhez, akkor ő már szerelmes volt belé nagyon. Nem első, amikor megkérte a kezét, akkor még nem, de két hét alatt kialakul benne a szerelem érzése. Ferenc Józsefhez viszont mint egy villám.
villámcsapás érte ez a szerelem. És nagyon szerelmes volt Ferenc Józsefbe Erzsébet királyné, a császárnénak mondjuk még akkor, romantikus érzelmekkel szerette a férjét, azonban csalódnia kellett benne, és ez látható a középső képen, ami 1860. októberében készült róla. Itt láthatjuk már Erzsébetet, hogy szerintem igen meggyötörnek néz ki ezen a képen. Ez akkor tehát készült, amikor megtudta, hogy Ferenc József megcsalta őt, és különböző betegségek is alakultak ki benne. És Erzsébet itt nem tudott neki megbocsátani Ferenc Józsefnek, még többször fellángolt az érzelem kettőjük között, illetve úgy ért, hogy Erzsébet érzelme Ferenc József felé, azonban Erzsébet érzései későbbiekben barátságra szelídültek, így mint látjuk, hogy egy sétálnak egy erdőben Ferenc Józsefben, ez egy illusztráció. Viszont Erzsébet nagyon szerette a férjét, és ezt majd a könyv lapjai fel fog önöknek is tárgyalni, hogy mennyire szerette, és Ferenc József is nagyon szerette őt. Amellett, hogy Erzsébet kivételes nő is volt, még költőnő is volt, és verseket is írt, és ő szerette volna, hogyha a verseiről is emlékeznek rá. Az egyik vers, egy rövid versrészletet olvasnék fel, ami azt bizonyítja, hogy ő nagyon is szerette a férjét, és bűntudatot érzett azért, hogy úgy érezte, hogy elhanyagolja, amikor már tudják, hogy utazásukra sokat utazott Erzsébet. Hogy meghaltál, ezt álmodtam ma éjjel, és a szívem fájni kezdett legottan. Életed ügyvét nem dúltam ezt éjjel, kérdeztem önvágyom és zaklatottan. Láttam, fekszel némán, voltál merette, és átjárt a kín kimondhatatlana. Az arcod lestem kétségbe esetten, szeretve nem ragyog már rám soha. Ez érdekes, hogy ezt az 1880-as években írta Erzsébet királynő, és hát 1854-ben házasodtak össze. És az is egy nagyon fontos szerepet kap, hogy Erzsébet milyen anya volt. Erzsébet királynénak, itt látjuk az első három gyermekét, a képen látható a kis Zsófia főherceg, aki Magyarországon halt meg, és ez egy olyan bánat volt Erzsébetnek és Ferenc Józsefnek is, amit soha nem tudtak feldolgozni. Viszont ezáltal, hogy itt Magyarországon veszített el a gyermekét Erzsébet, jobban, még jobban utat talált a magyarok felé. Ez az első magyarországi látogatás alkalmával volt. Az is egy érdekes kérdés, hát a legfontosabb végül is mondhatni, hogy milyen uralkodóné, milyen császárné és királyné volt Erzsébet, és nekünk magyaroknak az a legfontosabb, hogy milyen királyné volt ő. Itt a császárné, mint hogy Erzsébet, mint császárné, ez egy olyan szerep volt a számára, amire ő soha nem pályázott, ő nem szeretett császárné lenni, azonban a királyné szerep volt az, amit ő minden erejével támogatott, hogy a magyarok koronázott királynéja lehessen. És igen, és nekünk ez a legfontosabb, hogy Erzsébet milyen magyar királyné volt, és ez az, amire nagyon sok helyen a könyvéből is ezt bemutatja nekünk, hogy mi az, amiért mi szerettük Erzsébet királynét, de nem úgy, hanem úgy, mint egy ilyen regényesen tárulnak fel az események, de nem regény, mert hogyha valaki kinyitja hátul, akkor látja, hogy végjegyzetben minden dokumentálva van minden egyes állítás. Ez a kép például, ez egy újságnak az illusztrációja, Erzsébet királynét látjuk, amit betakarítja az avót a lovai számára. Ez valóban így megtörtént, nem csak egy ilyen rajz, és azért raktam ezt ide, hogy az úgy gondolom, hogy amiért Erzsébetet még ma is annyira szeretik, az egyik az volt, hogy a népet tudta megfogni, a nép szívéhez talált utat, és például ilyen dolgokkal is, hogy gödöl virágot ültetett, és betakarította a zabot a lovai számára, ezt az újság is megörökítette, és itt láthatjuk, hogy a cipője kikandikál, ami nem volt illő, de ezt azért, hogy tudja takarítani a termést a lovai számára, és itt feltűzte egy kicsit a szoknyáját. Andrássy Gyula gróf egy kiemelt szereplője a könyvnek, András és Erzsébet királynének a kapcsolata, és így az alcím, hogy ez a barátság vagy szerelem, ez erre is utal, és Erzsébet és Ferenc József kapcsolatára is. Andrássy Gyula gróf 1866. januárjától volt része Erzsébet életének, egészen a Andrássy Gyula grófnak a haláláig.
Ezt a két képet szlovák múzeumokból kaptuk meg közlésre, és Andrássy mellett látható a felesége Kenderfi Katinka, akit szintén egy nagyon szép asszonynak tartottak. Amikor ők összeházasodtak, akkor még nem is gondolták, hogy mennyire össze fog kapcsolódni az életük a császári pár életével. Erzsébet, ez egy hosszadalmas téma lenne az Andrássy és Erzsébetnek a kapcsolata, és külön előadásai is szólnak róla, és ebben a könyvben valóban olyan részletességgel írtuk meg, ahogy állítólag, én nem szeretem magamról mondani, de szerintem nem, de állítólag, akik elolvasták, és nagyon sok könyvet olvasták, azok is azt mondták, hogy így még soha nem olvastak Erzsébet királynéről. És ennek az az oka, hogy nem a politikai szerepére koncentráltam, mert azt már nagyon sokan megtették, és nagyon jó kiadványok készültek belőle, hanem Erzsébet és Andrássy Gyulának a bizalmas barátságára, kapcsolatára, személyes gondolatokra, és az egész könyvben ez jelent meg, hogy az érzelmeken keresztül mutatom be az embereket, a szereplők, történelmi szereplőket. Ezt a mondatot, hogy bizalmasan beszélek önnel, ezért olyan mondok, amit nem mondanék meg más, nem mondanék másnak. Ha a császár dolgai rosszul mennek Olaszországban, az nekem nagyon fáj, de ha Magyarországon mennek rosszul, az engem megöl. Ezt Andrássy Gyulának egy bizalmas beszélgetés alkalmával mondta Erzsébet egy páron februárban 1866-ban. És az, hogy bizalmas beszélgetés, és sokan megkérdőjelezik, hogy hát hogy nem voltak ők kettesben, az, hogyha elképzelünk egy bált, hogy ott legalább 5-600 ember részt vett a bálokon, azért ott nagyon nehéz volt kettesben beszélgetni. Ez a kettesben, ez inkább az, hogy mondjuk itt beszélgetett Andrássy Gyulával, és ott nem olyan messze álltak az emberek. Ezt is egy ilyen beszélgetés alkalmával mondta, és Andrássy Gyula tett arról, hogy minél többen meg tudják, ezért maradt fent ez a mondata. Erzsébet Andrássyval Ferencéden keresztül levelezett. Ez politikai levelezés volt, nem nagyon maradtak fent olyan levelek, illetve úgy mondják, hogy nem maradt fent olyan levél, ami Erzsébethez is íródott, de nekünk sikerült találni olyat, amit úgy, hogy amit Erzsébet írt Andrássy Gyulának személyesen, de azt majd mindjárt elmondom. Itt látható a Kochmeister villa a Budai hegyekben. Amikor 1866-ban megismerkedett Erzsébet Andrássyval, és Andrássy a küldöttség élén meghívta őt Magyarországra és Ferenc Józsefet, akkor azon a nyáron ezt a villát bérelték ki a gyermekek számára, Gizellának és Rudolf trónörökösnek a számára Erzsébetet bérelte ki. Azt terjesztik róla még ma is, hogy ez titkos találkozottam a színtere volt Erzsébet és Andrássy Gyula között, de ez nem így volt. Egyrészt, hogy igaz, hogy itt Erzsébetnek volt szobája, mert le is írt a Ferenc Józsefnek, hogy milyen volt, viszont ő nem itt aludt, hanem a budai palotában aludt, a gyermekek voltak itt, és nem adott titkos találkákat Andrássy Gyulának itt, de ezt is a könyvemben majd megláthatják. Céli Mónikának is szeretnék köszönetet mondani, ő volt az, aki a ruhákkal kapcsolatos részek kidolgozásában nagyon sokat segített nekem. Mónikának ismerik biztos sokan a ruhakölteményeit, Erzsébet királynénak a ruháit, itt látható a koronázási ruha, amelyet a koronázási ceremónián viselt. És ezt Mónika pálinkás partíciával kutatta ki ennek a dolognak a részleteit, ugyanis nem ez a ruha, amit ismerünk, hanem egy másik, ami a fényképeken látható, viszont ő ezt viselte a ceremónián. Ennek is részletes leírása lesz a könyvben, de úgyhogy érdekesen, hogy egy olyan esemény által, amikor Erzsébet megmutatta Ferenc Józsefnek, hogy hogyan áradt ez a ruha a koronázás előestéjén. És megtörtént a koronázás, amit nagyon sok előkészülete volt a koronázásnak, és nagyon Erzsébetnek nagyon oda kellett tennie magát, és most már a történészek is elismerik, hogy Erzsébet szerepe jelentős volt abban, hogy ez a koronázás megtörténjen. Ekkoriban már Erzsébet királynét nagyon-nagyon sokan szerették, és erős volt a pozíció Magyarországon, ugyanígy, ahogy Andrássy Gyulának is. A koronázás, amit látható Andrássy Gyula gróf, ő volt az, aki a Nándort helyettesítve a herceg Tímással a felére tette
a császárnak a koronát, így lett magyar királya, és Erzsébetnek pedig ide a vállára érintette, és ez azért volt, és rá is tette, hogy azért, hogy érezze Erzsébet, a királyné is érezze, hogy mennyire nagy súlyt kell elviselni, és együtt kell vinniük ezt a terhet. Úgyhogy ez egy eléggé felháborító dolog volt, az osztrákok felháborodtak ezen, hogy egy rebel is tette a fejére a koronát a királynak, a császárnak, mert hát András Gyula forradalmár volt, és ez a szerepe is megjelenik majd a könyvben, most az idő rövidsége miatt nem megyek ebbe bele, de ő tulajdonképpen jelképesen fel is akasztották, úgyhogy ezért volt az a név, ami megmaradt róla, hogy a szép akasztó. Még ez jóval előtte a kiegyezés előtt. Budán megszületett, Mária Valérit láthatjuk a kép közepén, Erzsébet és Ferenc Józsefnek a gyermeke volt, azonban nagyon sok pletyka kerül róla, és még ma is ezzel kapcsolatban, hogy nem Ferenc Józsefnek a gyermeke volt, hanem András Gyulának. És én szoktam megkérdezni előadásokon, hogy ki mit gondol ezzel kapcsolatban, és nagyon megdöbbentő az a dolog, hogy elég gyakran nagyon kevesen teszik fel a kezüket annak érdekében, hogy Erzsébet királynénak a Mária Valéria Ferenc Józseftől van. És sokan még most is azt gondolják a mai olvasók közül, hogy András Gyulának a gyermeke Mária Valéria. Hát aki elolvassa majd ezt a könyvet, az szerintem meg fog efelől győződni, hogy ez nem így van, legalábbis reméljük, ugye? Hogy azért reméljük, hogy ezt erről meg fog győződni. Nagyon sokat beszélt. Ezért együtt fognak azért, hogy igen, ugye ki tudja, igen, amikor először is Miklóssal erről beszéltük, akkor ő is mondta, hogy hát amit mások szoktak mondani, hát én honnan tudom, én nem voltam ott. És tényleg nem voltam. Úgyhogy ez nagyon sokan volt is, aki írt nekem, hogy elolvasztó külön nagyon odáig, hogy gyönyörű, nagyon szépen írt megfogalmazt, és akkor mondta, hogy még mindig azért nem biztosabb van, hogy nem volt közöttük semmi. És akkor erről még leveleztük egy kicsit, és akkor utána mondta, hogy meggyőztem. Örültem neki, de jobban örültem volna a könyvben, olvasva győzöm meg teljes mértékben, hogy nem volt semmi, de végül is a könyvvel kapcsolatban érveltem, és akkor ő is megnézte, és azt mondta, hogy tényleg igaza van, hogy ezt így átgondolja, akkor tényleg tudja, hogy nem volt semmi kettejük között. Erzsébet Mária Valériát magyarnak nevelte, úgymond. Erzsébet is már mondhatni, hogy amit Miklós is mondott, hogy tényleg elmagyarosodott, hogy tényleg ez egy olyan dolog, hogy a szívében is magyar volt, hogy ezt mondhatjuk, ezt nagyon sokan megkérdőjelezik manapság. Én remélem, hogy ha elolvassák a könyvet, akkor az emberek inkább azt fogják gondolni, hogy tényleg szeretett minket Erzsébet királyné, és nagyon sok így a kutatásaink, amiket ehhez kapcsolódnak Patriciában is, hogy nagyon sok olyan dolog utal arra, apró dolog, hogy tényleg mennyire magyarnak érezte magát, és mennyire szerette a magyarokat, ugye Patriciát? Hogy ezt ő is meg tudja nekünk bizonyítani. Itt hát szeretem az állatokat és a macskákat, van egy kép a cicával a Mária Valériáról, és van kép Rudolftól örökösről is, és van benne kutyás kép, és hát pont Miklós mondta nekem, hogy azért úgy válogassak képet, hogy ne legyen benne az, hogy nagyon sok kutyás, mert ha van egy kutyás, akkor elég egy kutyás. Hát ők szeretik az állatokat, azokat nem elég, de belecsempésztem azért kettő macskásat, mert nekünk is van kettő. Itt az egyik, amikor Valéria van a cicával, és a másik pedig, amikor a Rudolfónak, és azt majd megnézhetik a könyvben, ő meg egy fehér cicával látható. Úgyhogy szerintem ez nagyon aranyos ez a kép. Mária Valéria is hallott arról, hogy erről az egészről tettek arról az osztrákok, főleg, hogy Mária Valéria is hagyjon arról, hogy ő állítólag András Gyulának a gyermeke, és ezzel Valériának ez nem tetszett, érthető módon nem tetszett, és emiatt ő nem is annyira szívlelte András Gyula grófot. Erzsébet azt szerette volna, hogyha csak magyarul beszél Valéria az édesapjával is, meg vele is, az meg is maradt élete végéig, hogy Erzsébettel csak magyarul beszélt, Valéria is magyarul levelezett, azonban ő szeretett volna az apjával németül is beszélni, amit úgy gondolom, hogy azért ez teljesen ösztönös dolog, hogyha mondjuk valakinek mi a nemzetisége, most én is, hogyha magyar vagyok, annyira nem örülnék, hogyha anyukámmal németül kéne beszélgessek csak, hogyha ő is még, hogy hát magyar, úgymond. És van egy ilyen érdekes, ez Mária Valéria naplójában van, nagyon sok érdekes
dolgot beletettünk, mert hogy úgy építettük fel, hogy amiket párbeszédes formában megörökítettek, hogy ki mit mondott, hogy ő ezt mondta, én ezt válaszoltam, akkor mi párbeszédeket csináltunk, de úgy, hogy nem kitalálva, vagy nem kitaláció, hogyha megnéz valaki az eredeti forrást, akkor látni fogja, hanem a források alapján íródott ez így át, és még a lelki állapotokat is a forrás írók jelezték, hogy ki hogyan érezte magát, amikor ezt meg azt mondta. Amikor itt ez arról szól ez a rész, hogy Erzsébet felháborodva mondja Ferenc Józsefnek, hogy Kornis grófné valaki magyar, és Erzsébet választotta a nevelőnőnek, Mária Valéria nevelőnőjének, csak nem akar magyarul beszélni, csak németül akar beszélni Valéria. És a Ferenc József tettette, hogy hát hogy valóban tényleg tettette a felháborodást, hogy tényleg csak németül akar beszélni Valéria, hogy nem akar magyarul beszélni Ferenc József, Kornis grófnéval Valéria, hogy kérdezte, hogy még ilyet, és közben dörzsölgette a kezét, és mondta, hogy hát ez remek. Ferenc József egyébként sokkal inkább elfogadó volt, mint amennyire most gondolnánk. Az, hogy nagyon sok helyen megjelenik a könyvben, hogy mennyire, milyen pletykák voltak Erzsébet királyné, és hírbe hozták különböző férfiakkal, magyarokkal is, például Eszterházi Miklós grófval is, és ezt pedig Festetics Mária grófnő naplójából is rekonstruáltunk jelenetet ezzel kapcsolatban. És úgyhogy Erzsébet nem szólt sosem volt Ferenc Józsefnek, pedig hogyha szólt volna neki, akkor valószínűleg Ferenc József a bűnösöket eltávolítja azonnal az udvarból, de ő sosem szólt, és egyszer Festetics Mária, azt így találtam a Festetics Mária saját maga visszaemlékezésében, hogy megkérdezte a királynétól, hogy hát, hogy miért nem szól a császárnak, hogyha tudja, hogy kiterjeszti a pletykákat, és azt mondta Erzsébet, hogy aki még hogy attól, hogy őtól a pletykákat terjeszt, aki szívja őt, attól ő még szeretheti a császárt, és hű lehet hozzá. Erzsébet még azoknak is a segítő kezet nyújtott, akik ő ellene vétettek, és azért ez szerintem ez egy nagyon nemes gesztus volt, és nagy dolog, és ez is több mindenben megnyilvánult. Itt látható a királyi falkavadászat, és láthatjuk, hogy Batthyány Elemér grófot. Batthyány Elemér gróf a kidézett miniszterelnöknek volt a fia, és nagyon érdekes a személye, és egyáltalán Erzsébetet is nagyon érdekelte Batthyányiak sorsa, Batthyány Elemér. Ebből szeretnék egy kis részletet felolvasni. Egyébként Andrássy Gyula volt az, aki összehozta Erzsébetet Batthyány Elemérrel, mert Elemér gróf sem nagyon akarta megismerni a császárné, ugyanis az édesanyja úgy nevelte őt, hogy nem, hogy ne találkozzon, ne hajtson fejet az uralkodónak. Batthyány Elemér, a kivézett miniszterelnök fia, az első találkozás óta nagy csodálója volt a királynénak, akiben ő is beleszeretett. Erzsébet gyakran meghívta őt a királyi falkavadászatokra. Elemér jó kiállású, szép férfi volt, akit egyáltalán nem érdekelt a politika, a lovak annál inkább. Azonban eleget téve édesanyja Zicsi Antónia grófnő kérésének, vagy inkább parancsának, soha nem hajtott fejet az uralkodónak. Amikor egyszer megkérdezték a királytól, észrevette, hogy Batthyány gróf szinte már feltűnően keresi a találkozást vele, csak azért, hogy aztán tüntetően leköszönjön neki, az uralkodó nagyvonalúan azt felelte. Persze, hogy észrevettem, de megpróbálom úgy megérteni. És akkor ez máshol is megjelenik, hogy a gróf megpróbálta megérteni ebben, és sőt, még az unokamúgal Erzsébetnek azt is mondta, hogy tulajdonképpen Ferenc József tisztelte is ezért Elemér grófot, hogy ő nem hajtott fejet sose az uralkodónak. Én ezt a fejezetet, amiben ezt írtam, a Becserkészet zsákmánya címe, még itt elmondanám azt, hogy én igyekeztem úgy megcsinálni ezeket, a fejezeteket és az egész könyvet, hogy olvastassa magát, és ez úgy néz ki, hogy sikerült is, mert nagyon írják az emberek, tehát ez a probléma a könyvvel, hogy nem tudják letenni, és hogy van, aki hogyha végig tudja olvasni, az két nap alatt kiolvassa, mert körülbelül két nap alatt tényleg el lehet olvasni ezt a könyvet, és hogy úgy írtam ezt is, mondjuk ezt a fejezetet is, hogy az egész így vigye magával az olvasót, hogy
mintha ő is ott lenne maga a vadászaton. Ez a kép, mint nagyon sok másik kép is, sok munkát adott, hogy a bekerülhessen a kiadványba, ugyanis én ennek az eredetiét szerettem volna megszerezni, aminek érdekes története van, és ezt most így nem mondanám el, azért a időrövidsége miatt ez is benne van a könyvben, viszont nem sikerült, hiába megvolt, hogy megvolt a kép, de úgyhogy azért nem sikerült, mert hogy akik eladták aukciós házak, mindenki a másikra mutogatott, hogy ő a teli, nem sikerült megtalálni a jogtulajdonos, de szerencsére a Magyar Nemzeti Múzeumban is volt ebből egy gyönyörű szép példány. Ez nem a festmény, hanem a festményről készült, ez is szerintem ilyen festményen akvarelles, ugye, hogy aki ért hozzá, szerintem olyasmi. Jaj, de mindig kapcsolom. Viszont így szerencsére be tudjuk mutatni ezt a képet, és nagyon sok mindenben különleges ez, és erre is egy ilyen kis történet van megírva, hát nem én találtam ki a történetet, hanem úgy, hogy például egy levelezést, mert én az angol levelezéseket is olvastam, és hogy ott, amit a kezében látunk Erzsébetnek ezt a narancssárga, illetve nem is narancssárga, az angolok hitták így, ez egy ilyen sárgásbarna bőr legezőt a kezében, amit látunk, erről nagyon sokan beszámoltak, és az angolok közül is, hogy nem értették, hogy honnan szedte elő Erzsébet ezt a legezőt. Mert azt lehet, hogy azt önöktől is hallották sokan, hogy nagyon sokszor takarta Erzsébet a száját, amikor beszélt, az arcát is takarta legezővel. És itt, hogyha megnézzük ezt a nyelvet, így nem annyira látszik, de most onnan messziről, de ott van egy ilyen legyező tartó, és Erzsébet, amikor lovagolt és valaki meg akart őt közelebbről nézni, akkor csak kikapta ezt a legyező tartót, de nagyon hirtelen, vagy legyezőt kikapta, és így az arc elé emelte. Ugyanígy a gyerekben van még más kép is, az egy másik képpel látható beépítve, mert tartott magánál egy kudereszkelencét is, és egy ilyen kis szendvics-szerűséget, egy marha húst és szendvicsben, mondhatni inkább ilyen kenyérben, hogy azt is tartott magánál, ha megéhezik, mert 8 órát is képes volt akár a gyerekben tölteni, hogy halna akár 8 órát is Erzsébet királyné. És az, hogy ez a púder, ez talán meglepő lehet, én is amikor így olvastam erről, és Patriciával is beszélgettünk erről, hogy ez, hogy lehetett, mert hát azt lehet olvasni mindenütt, azt arról számolnak, hogy nem festette magát Erzsébet királyné. És való igaz, hogy tényleg nem festette, hanem az történhetett, hogy a lovagláskor azért, hogyha belegondol az ember, hogy szárkódozik a királyné, és hogy ő mindig az elején állt a dolgoknak, akkor abba is belegondolhatunk, hogy azért csak megizzadt, amikor a lóháton szárkódozott, és hogy ekkor a puderrel bekente az arcát, gondolom azért, hogy ne lássák, hogy ő mennyire kifáradt azért, és nem fáradt ki, ez túlzás, mert pont azt mondják, hogy nem fáradt ki, de ne látszol, hogy ő azért őt is megizdasztotta ez a vadászat. Úgyhogy ezzel a legyezővel és ezzel a képpel is érdekes történetek vannak, mert én összeraktam így a magyar dolgokat, amit Magyarországon tudtunk róla, és azt is, amit Angliában tudtak, és akkor így tudtam ebből összerakni valamit. Azért ezzel, ez jön most itt, hogy meghal András Vilagró, hát nem ez következne most éppen ezek után, viszont azért ezzel kezdtem most itt ezt a részt, mert hogy nekem igazából, ezt nem tudom, hogy Miklós tudja, vagy Patricia tudja, de nekem az volt az legelső alfejezet, amit én megírtam, az az volt, amikor Erzsébet királyné András Vilagrónak a ravatonát meglátogatja. És úgyhogy nagyon sok mindent összegyűjtöttem már, és nagyon sok mindent, de így még kicsit féltem attól, hogy hogy kezdjek bele, hogy tényleg egy olyan legyen, amit én szeretnék alkotni, és végül így a hátulról kezdtem a dolgot, mert hogy ez alapján, hogy hogyan volt meg Andrássy Gyula, és hogy Erzsébet mit érzett, mert ő azt mondta, hogy az egyetlen barátját veszítette el, és úgy mondta, hogy mondta, ezt meg is örökítették, hogy Erzsébet teljesen összeomlott ezután, Ferenc József leveleiből is kiderül, hogy az, hogy ahogy ő meglátogatja ezt a ravatalt, és egyáltalán az összes gesztus, amit ide írtam, hogy én azonban leghívebb barátomat veszítettem el, ez abból a táviratból származik, amit Andrássy Gyula gróf feleségének írt Erzsébet királyné a grófnak a halálakor. És innen, ahogy innen indultam ki, mert én sem ilyen kérdésekkel álltam ennek, hogy most akkor tényleg olyan ember volt András Gyula, tényleg egy olyan nagyszerű magyar volt, de én is arra jutottam a végén, hogy nagyon nagyszerű magyar volt András Gyula, és így ebből kiindulva tudtam jobban beleélni magamat, és így meglátni, hogy tényleg ez egy nagyon fontos barátság volt, és ez az, amit Ferenc József is feljött, igazi barátság tűzte Erzsébetet
András Lilához. Azt is mondják most, hogy azt is mondják, hogy nem maradt fent Erzsébettől levél, amit ő Andrássy Gyulának írt, mert hát nagyon sok levélnek sem is. Mert Andrássy Gyulában Erzsébet Nopcsabáron keresztül és Ferenc Idán keresztül levelezett. Azonban volt olyan, hogy találtunk a régi könyvben egy olyan levéltöredéket, ami Erzsébet királynak a leveléből származik, amit Andrássy Gyulának írt, akkor, amikor Andrássy Gyulának meghalt az édesanyja, és akkor Erzsébet ezzel a levéllel fejezte ki az ő részvétét, egy ilyen kis két kis részlet maradt meg, ez állítólag az Andrássy levéltárban, hát reméljük, hogy még mindig megvan, majd egyszer kiderítjük. Egy kérésem van, ne búsuljon túlságosan. Gondoljon saját egészségére, melyre most oly nagy szüksége van nem csak a hazánknak, de az elég egész világnak is. Senki nem tudja jobban felfogni, hogy mit fog szenvedni, vigasztalást milyen percekben nem lehet hozni, de hogy egy igazi külbaráti szív magával érez, arról meg lehet győződve. Itt látható a kutya, az egyik kutyás képet és az egyik kedvencem. Erzsébetnek, amit Andrássy Gyula írt egy válaszlevelet, egy kicsit hosszabb, én csak ide most egy röviden idéztem, és a könyvben sem az egészet, ezt már ismerjük, mert ezt többen is közölték ezt a levelet, és én azért igyekeztem, hogy megtaláljam ennek azt a levelet, amit Erzsébet írt, amire ez a válasz született, és ebből a válaszlevélből csak annyit olvasnék, hogy te felséged nem mindig kész kegyeskedni egy kicsit, de ha akar az lenni, akkor nem félig kegyes és nem félig jó, hanem egészen az. Felséged kegyes urai olyan örömet okoztak nekem, melyet alig hiszek, hogy e percben érezni tudok. És ez, hogy nem félig kegyes és nem félig jó, ezen látszik az, hogy Andrássy Gyula mennyire jól ismerte Erzsébetet, és milyen jó barátságban volt vele, mennyire meg tudta őszintén írni neki a gondolatait, mert azért ez, hogyha ebben jobban belegondolunk, igaz, hogy udvariassan fogalmazza meg, de azért ez egy kicsit olyan kritikai szerintem, hogyha ezt mondjuk valakinek, hogy nem mindig kész kegyes lenni. Több báli jelenetet is igyekeztem rekonstruálni. Ennél a képnél is megvan a leírás, hogy akkor ezt a Serebeke Pap János gróf úrtól, ő nagyon sokat kértem, hogy meséljen, hogy volt a palotában, mert ő mutatja ezt a királyi palotának az életét, és előadásokat is tart, hogy volt, honnan jöttek be, úgyhogy ezzel kapcsolatban is majd olvashatnak, és a bálokat is úgy próbáltam felépíteni, hogy találtam egy érdekes történetet, mármint úgy, hogy fel a napló bejegyzést, és akkor utána próbáltam megtalálni, hogy mi volt még ugyanazon a bálon. Történt-e valami érdekes, és akkor ezzel elég sok idő elment sokszor, hogy az ember nem talált semmit, csak keresi, nem találja, de volt, amikor sikerült olyan helyekre gyújni, és akkor így egy egész bált föl tudtam építeni, hogy mi történtek azon a bálon, hogy milyen érdekességek, és akkor én úgy gondolom, hogy olyan, mintha az ember ott lett volna a bálon, hogy egy kicsit átél, hogy mi történtek, és ilyen élettel telivé válik a dolog. Andrássy Gyula gróf hódolattal szerette Erzsébet királynőt, és szeretném azt megkérdezni, hogy hány percet van még? Két-három óra. Jó! Már hány perc megyünk? 50-50 van még könyvén. Jó, akkor jó, elnézést, csak azért, mert most igen, jó, hogy tudjuk. Na igen, és akkor ezzel, hogy nem akarok én mindent mondani az András és Erzsébet kapcsolatáról, hogy lehessen itt olvasni a könyvben. Nagyon sok érdekesség van ezzel kapcsolatban, ilyen kisebb dolgok, és mindent próbáltam megragadni, amit csak lehetett. Itt ez, hogy hódolattal szerette Erzsébetet, és itt Miklós utalt arra, hogy nagyon kevés ideig, hogy hát voltak ők kettesben, hát tényleg voltak kettesben, mégpedig nagyon is kettesben voltak. Ez pedig úgy történt, hogy amikor Gödöllőről, a Gödöllői vasút, átment a Gödöllői kastélyból a vasút állomásra akart menni Lóháton a királyi pár. Viszont esett az eső, vagy hát elerett az eső, és Andrássy Gyula felajánlotta a kocsiját Erzsébetnek és Ferenc Józsefnek, azonban az uralkodó ezt nem fogadta le maga számára, csak a felesége számára. És így emiatt Andrássy Gyula és Erzsébet királyné egy kocsiban ültek, kettesben. És ekkor sötét volt, este volt, és sötét, Andrássy Gyula leírja a levelében, hogy
És azt is leírja, hogy ebben Richard-ből olvasok egy kicsit, hogy mit írtam ezzel kapcsolatban, de azért, hogyha belegondolunk abban, hogy nem tudom, hogy hányan voltak itt Gödöllön, de azért valószínűleg tudják, hogy a kastélytól a vasútállomás nagyon közel van egymáshoz. Igaz, hogy akkor azért akkoriban még lassabb volt a közlekedés, de most is lassú, mert hogyha dugó van, akkor azért nem olyan gyors szerintem. Este volt sötét és esett az eső. Andrássy felajánlotta a saját kocsiját a királyi párnak, Ferenc József azonban ezt csak Erzsébet számára fogadta el. Amikor megérkeztek a vasútállomáshoz, nem tudták nem észrevenni, mennyire megbotránkoztatták az embereket azzal, hogy a királyné a gróf kocsiából szállt ki. Egyedül és a király és Vilmos főherceg csak később érkezett meg Lóháton. Andrássy az egészről levélben számolt a Ferenc Ilyának. És így én voltam szerencsés őket a vasúthoz kísérhetni, és én is értem be a terembe. Ezután kifejtette, hogy úgy tűnik megöregedett, ha ő rábeli bízni a szép királyné, ráadásul mit írja, éjszaka és sötétben. Egyéb iránt bevallom, hogy hosszú utat csinálni sötétben egy döcögös úton, még a legokosabb családapának is genna dolog lehetne. Az én utam azonban egy pár percig tartott, és oly hamar csak talán senki nem feledné el, hogy kit bíztak reája. Én úgy gondolom, hogy ez, hogy senki nem feledné el, hogy kit bíztak reája, ez azért elég sokat elmond Andrássy Gyulának is az érzéseiről, de arról is, hogy ő nagyon tisztelte Erzsébet királynét, és valószínűleg nem tett volna semmi olyat, amivel ezt a tiszteletet csorba esett volna a tiszteleten, de Erzsébet királyné személyét is ismerve, amit majd önök is megismernek, hogyha elolvassák a könyvet, hogy Erzsébet egy olyan nő volt, akit nem igazán érdekelte a testi kapcsolat, ő inkább a lelki dolgokra ment rá a lelkében és a képzeletében érte meg az ő valódi érzéseit és vágyait, és neki sokkal fontosabb volt az, hogy az érzelmek és nem a testi közelség. Erről az ékszerről is írok a könyvben, nagyon érdekes története van ennek a Mária Antónia féle ékszerszetnek, amit visel Erzsébet, van egy másik kép is a könyvben erről, és ez az ékszer, erről is találtam, hogy akkor egy grófné írta, hogy Erzsébet szerette ezt visel, és tényleg nagyon sok feljegyzés van arról, hogy ezt nagyon szerette viselni, ezt az ékszerszettet. Azt tudjuk, hogy Mária Antóniának mi lett a sorsa, hogy befejezték. Ez a lefejezés előtt még visszavándorolt a kincstárba, Mária Terézia adta ajándékba lányának ezt az ékszert. És ez a grófné, akinek olvastam visszaemlékezését, ő írja is, hogy hát ez, aki érintette ezeket az ékszereket, ahhoz tragédiák fűzöttek az életéhez, és hát mint tudjuk, hogy Erzsébet királynét is meggyilkolták, úgyhogy ez egy ilyen érdekes, hát egy szomorú ez így ez a visszaemlékezésben, hogy Erzsébetet is, és Erzsébet nagyon szerette ezt az ékszerszettet. Olyat is lehet sokszor olvasni, hogy ami engem mondjuk nagyon érdekes volt nekem, hogy az újságban, amikor leírják, hogy Andrássy Gyulával ott találkozott Erzsébet egy báron, és odarakja egy zárójába, hogy kezet csókolt neki. Hogy Andrássy Gyula kezet csókolt Erzsébet királynénak, hogy ezt így zárójelben tették oda. Kézcsókkal köszöntötte Andrássy Gyula Erzsébet királynét és mások is, de azt nem tudom, hogy hányan tudják, hogy hogyan zajlott a kézcsók, mert hogy nem úgy zajlott, hogy akkor teljesen biztos, hogy most is, hogyha valaki megcsókolja az ember kezét, és akkor teljesen megcsókolja a kezét, annak idején nem így történtek ezek a dolgok, mert nem illett hozzáemelni a szárhoz teljesen a kezet, ráadásul kesztyűt viseltek a ilyen társadalmi érintkezéskor. És én azért írtam bele egy olyan részt is a könyvbe, mert nagyon sokan ezt mondják, hogy hát én nem tudhatom, mert nem voltam ott. Mindenkinek ez fordul meg, nagyon sok embernek ez fordul meg a fejében, és igaza is van igazából, mert tényleg nem voltunk ott. És pont ezért beleírtam olyat, hogy itt erről, amikor vezette be a vasútállomásra, hogy akkor azt írtam, hogy minden számtalan másik férfi megtette, hogy bevezette valahova Erzsébet királynét a karján. És azt is megtette, hogy felsegítette a lóra, ugye mi sokat lovagolt Erzsébet. Talán volt olyan alkalom, amikor kesztyű helyett a királyné fedetlen kezének bőrét érintette Andrássy csókja, azonban ennek is csak nagyon kevés a valószínűsége, hiszen kéz csóknál még a kesztyűt sem illett ajakkal érinteni, nem hogy a csupasz kezet.
A hódolat teljes készcsók minden, ami kettejük között testi érintkezés szintjén történhetett. Ezt igazából ezt azért írtam bele, ezt, hogy, hogy talán volt olyan, én biztos vagyok benne, hogy nem volt olyan, Patricia szerint. Volt olyan, hogy megérintette a kesztyűs kezet nélkül a kesztyűből. Nem tudjuk. De igen, ő szerinted sem volt olyan. De ezt muszáj volt beleírni, mert hát sokan azt mondják, hogy honnan tudjuk, és csak lehet, hogy volt olyan. Nem tudjuk. Na, úgyhogy... akkor most tovább. Az is egy érdekes, meg arról még nem szóltam most, hogy Katinka, Andrássy Gyulának a felesége, Kendetti Katinka milyen kapcsolatban volt Erzsébet királynéval, ugyanis ő tudta, hogy Andrássy Gyula hódolattal és tisztelettel viseltetik Erzsébet iránt, és nagyon sokan szerelmesek voltak Erzsébet királynéval, magyar nemesség tagjából is, és nagyon sokan, akik látták, nagyon sokan szerelmesek voltak Erzsébet királynéval, még érdekes, hogy még idős korában is sokan beleszerettek. Itt láthatjuk Katinkát, ott pedig Erzsébetről egy olyan kép, azt a Seremetek papján Gróf úr által kaptam ezt a képet, amit nem tudom, hogy előtte publikáltak-e, mi nem találkoztunk vele máshol. Katinka nagyon szerelmes volt Andrássy Gyulába férjébe, nagyon-nagyon szerelmes volt, sőt még azelőtt szerelmes volt belé, amikor még nem voltak házasok, és Andrássy nem is nagyon vett róla tudomást, még fiatal volt Katinka, ő már akkor megszerette Andrássy Gyulát, már akkor nagyon tetszett neki. Úgyhogy nagyon boldog volt, amikor végül egy bál után feleségül kérte őt, ez még a számüzetésben volt. Viszont Andrássy Gyula gróf, kigyalogoltam a képből, szokták mondani, hogyha megnézik a videót, hogy nem vagyok benne a képen. Bocsánat. Úgyhogy, amikor Andrássy Gyula gróf már házas volt Katinkával, még utána is folytatta a gáláns kalandjait, és Erzsébettel is sokat viccelődtek erről, mert Erzsébet is tudott arról, hogy Andrássy Gyula grófnak voltak kalandjai, úgyhogy erről is írunk a könyvben. És Katinka viszont mindig megbocsátott neki, és illetve nem is az, hogy most mindig megbocsátott, hanem ezeket inkább azt mondani, hogy elnézte, mert ő nem olyan volt, mint Erzsébet királyné Erzsébet, hogyha egyszer megcsalt, hogy Ferenc úrnak kiderült, hogy megcsalta, ő soha nem tudott neki megbocsátani azért az egy megcsalás. Katinka ő pedig, mintha nem is tudom, hogy ilyen természetes dolognak vette, vagy én nem tudom, de hogy ezzel még teljesen rendben volt a dolog az ő részéről. És Erzsébet királynét nagyon szerette Katinka, és nagyon jó kapcsolatban voltak egymással. Ezt nagyon sok minden tanúsítja, hogy már kezdetektől jó volt a kapcsolatuk. Egy újságban írták is még a legelején, hogy amikor elbúcsúzott Erzsébet a magyaroktól, a vasútállomáson, akkor Andrássy Gyulánét meg is csókolta. De hát ezt a csókot ezt nem úgy kell érteni, nem úgy, hogy az orcájára adott puszit mondanánk. És Erzsébet is nagyon kedvelte Katinkát. Az egy talán még érdekesebb dolog, hogy Ferenc József hogyan állt Andrássy Gyula grófhoz. Andrássy Gyula gróf, úgyhogy mondtam, hogy szép apasztott volt, ezt így a párizsi nők hívták így, őt 1848-as szép akasztottnak hívták, nem is jó, mert hát nem 48-ban verték le a forradalmat, és Andrássy Gyulát pedig nem 48-ban akasztották fejjel képes, hanem sokkal később, de ez nem zavarta a párizsi nőket, akiknek a szalonját látogatta Andrássy Gyula. Úgyhogy abból kifolyólag, hogy Andrássy Gyula ugyebár lázadó volt és forradalmár, Ferenc József nehezen kellett megnézni benne, ami szerintem érthető volt a részéről, viszont Erzsébet mindent megtett, hogy minél hamarabb bizalom alakuljon ki a császárban Andrássy Gyula felé. Azt nem tudom így mondani, hogy most baráti kapcsolatban voltak, és azért nem igazán lehet ilyet mondani, mert ugye a tudomásunk szerint a császárnak nem voltak barátai, hogy őt úgy nevelték, hogy ő nem tudott ilyen olyan közvetlen baráti kapcsolatokat kialakítani, amit Erzsébet királyné ki tudott alakítani. Ferenc Józsefet úgy nevelte az édesanyja, és úgy neveltette, hogy ő mint egy isteni, Istentől kapott jogán uralkodik, és nem alakíthat ki közelebbi kapcsolatot senkivel. Viszont Andrássy Gyulát nagyon megkedvelte, és ezt sok magánlevélben is kifejtette, például Strat Katalinnak írott leveleiben is van erre utalás, de nem is csak az, hogy utalás, hanem rendesen ki is mondta, hogy milyen jó embernek és mennyire kedvelte ő Andrássy Gyulát.
Hogy mind a ketten itt most magyar huszártábornok kiegyenruhában láthatók, és ezek is a könyvből vannak ezek a képek. Az is egy fontos dolog, és én azért úgy igyekeztem írni, azért is a könyvet úgy igyekeztem megírni, hogy bele tudjon helyezkedni az olvasó, hogy belecsöppenjen, hogy tényleg ilyen, mintha regényes lenne, mintha regényt olvasna, de mégse regény. De nekem ez volt a kihívás, mert ahogy mondtam, hogy én nagyon szeretek írni, és nagyon szerettem volna mindig is írni, és én a nagy közönséghez akartam írni, hogy minél több ember elolvassa ezt a könyvet, és azok is, akik elolvassák a bulvárcikkeket, és olvasnak regényeket Erzsébet királynéről, olyan regényeket, amiben András Ludával pont az ellenkezőjét állítják a regények, mondjuk, mint amit a kutatók bebizonyítottak. Úgyhogy én ezért ezt így úgy akartam is. Ahhoz, hogy az ember megértse, hogy milyenek voltak a családi kapcsolatok, ahhoz bele kell, hogy helyezkedni, mert azt akkor követik el a problémát, amikor írnak cikkeket Erzsébet királynéről, hogy nem gondolnak bele abba, hogy a mai szemszögből nem lehet megítélni az akkori történéseket, és ehhez nagyon tényleg bele kell éljünk magunkat a történetbe. Ehhez a képhez a következő képaláírást tettem. Minden családtagnak külön udvartartása volt, amelyhez külön személyzet tartozott. A szertartásos udvari légkörben meghitt, bensőséges együttlétekre nehezen adódott lehetőség. A családtagok ritkán találkoztak egymással, amikor pedig együtt voltak, gyakran jöttek zavarba, mert amit mondtak volna a másiknak, nem tudták, mondhatják-e, vagy hogy hogyan mondják. Mária Valéria számos naplóbejegyzése erről árulkodik, de Erzsébet királyné is többször tett utalást erre. Magam is érzem, hogy Rudolf nem boldog. Gondolkodom rajta, hogy mit tehetnék. De nem merek beleavatkozni, mert én magam annyira szenvedtem ettől az anyósom idején, hogy nem szeretnék hasonló hibába esni. Ezt magyar udvarhölgyének Festetics Mária grófnőnek mondta Erzsébet királyné. Ugyanis Erzsébet királyné, amikor csak tehette már, akkor magyar hölgyeket választott maga köré, viszont az udvartartásának egy része az osztrák kellett, hogy maradjon. De erről most így annyira sokat nem szólok a magyar udvarhölgyekről, majd némi említést teszek, viszont ez nagyon megjelenik a könyvben, és nem csak olyan udvarhölgyet, akiről eddig sokat lehetett olvasni, olyat hoztam be, hanem más udvarhölgyeket is. Itt ezen, hogy mennyire távoliak voltak egymáshoz a családtagok, hogyha ilyen dolgokba belegondolunk, és ezt a gondolataikat, amiket papírra vetettek, azokat átgondoljuk, akkor jobban meg lehet érteni, hogy miért. Hát azt Máriának is neki festett, és Máriának is neki szegezték azt a kérdést később, hogy nem vette észre Erzsébet, hogy Rudolffal mennyire nagy a baj, hogy nem vette észre, és Mária is mindig próbált elmagyarázni, hogy azért, hogy nem lehet, hogy akkoriban azt nem értették, hogy Erzsébet olyan mély érzésű, és sokan ma sem értik, hogyha olyan mély érzésű volt, akkor miért nem tudott segíteni a fiának, Rudolfnak, és Mária is ezt megpróbálta megfogalmazni, hogy azok, hogy akkoriban, hogy ezek a magasrangú emberek nem úgy éltek, ahogyan mi, hogy egyszerűen nem úgy jutott el hozzájuk az igazság, meg amit így mondtam, hogy külön lakosztályban volt már az is, hogy elképzeljük mondjuk csak a Gödöllői kastélyt, ami elég kicsike, ahhoz képest, ahogy a Söldruni kastély van, hogy azért ott is a külön lakosztály, és nagyon sokan laktak benne, hát ez olyan, mint hogyha külön lakásban laknának. A Mayer Ring is szerepet kapott a könyvben, és Rudolf trónörökös és az ő halála, pedig én úgy terveztem, hogy nem nagyon fogok erről írni, viszont nagyon fontosnak tartottam, és ahogy sokat kutattam ezzel kapcsolatban, akkor rájöttem, hogy mennyire nagyon fontos ez, hogy Erzsébetet jobban megértsük, így ezek a folyamatok is milyen fontosak, hogy megértsük, hogy miért lett olyan, amilyen ugye a későbbiekben, hogy szinte mindig csak feketén hordott. És olyan feljegyzéseket kerestem és néztem, tanulmányoztam, amiket próbáltam olyanokat elővenni, amiket mások nem foglalkoztak vele. És például az angol, bécsi angol nagykövetnek a feleségési lejegyzett dolgokat, ebből most csak egy kicsit olvasnék fel a Rudolf korona herceg halálával kapcsolatban. Amikor megjött ez a halálhír, akkor arról írom most, hogy hogyan fogadta ezt a nagykövetnek a felesége, és akiről még fogok itt szólni, az pedig a német nagykövet lesz.
Szomorú hírrel jöttem önökhöz, a korona herceg halott. Ezt Rothschild báró mondta a nagyköveténknek. És akkor erre megkérdeztem, mert Rothschild báró osztrák, és megkérdezte a nagykövet, hogy az ön korona hercege? Mert hogy az osztráknak a korona hercege Rudolfról örökös, de a nagykövetnek pedig, hát ő angol a korona herceg. És akkor azt mondja, hogy igen, a mi korona hercegünk. Hogy halt meg és miben? Ma jelenben, ahová hétfőn vadászni ment. Bizonyára börtön okozta a halálát. Honnan tudja mindezt? Rainer főhercegtől, akinél éppen audiencián voltam. Augustus azonnal kocsiba ült és Kánokihoz, a monarchia közös külügyminisztéréhez hajtatott. Visszatérve így szólt hozzám. Ez az Augustus, ez a nagykövet volt, a nagykövet asszonynak a férje. A hír való igaz, holtan találták az ágyban. Megállt a szíve. Fel kellett, hogy szakítsák az ajtót. Csak Kogut Fülöp és Folyos József voltak velem a jelenben. És így folytatja a nagykövet asszony. Az igazság és borzalmas részletei hirtelen felvillantak a szemem előtt, és önkéntelenül ezt mondatták velem. Öngyilkosság. Augustustól jól lesz időt mondva, hogy senkiről nem minden ilyen szörnyűséget. Hát itt ezen is látszik, hogy mennyire különböző hírek kavarodtak akkoriban a Rudolf Rondrökös halálával kapcsolatban. És akkor még itt tovább egy kicsit erről. A korona herceg holttestét még azon az éjjelen hozták a burgba. Miután Augustus másnap délelőtt visszatért a császári rangból, ahol legnagyobb megdöbbenésére megmutatták neki a halottat, ezt mondta. Az arc kifejezése igen és békés, de a homlokára egy furcsa éjjeli fejfelőt húztak. Tehát kilocsantotta az agyát. Csak ennyit mondtam Augustusnak és Reuszéknak, akik elköszönni jöttek angliai utazásom előtt. Mindannyian örültnek néztek. A hercegné szerint az éjjeli fejfelő csak azért volt a fején, hogy a jegyelést megtartsa. Ez közvetlenül akkor történt, miután Rudolf Rondrököst holtan találták ezek a dolgok, és itt azokat, vagy hát úgy építettem fel, hogy olyan dolgokat vettem, hogy ki hogyan érte át ezt a hírt, és majd így a könyvből is, hogy én nekem is benne lesz a véleményem, mert most is kavarognak ezzel kapcsolatban dolgok, hogy gyilkosság, politikai gyilkosság, öngyilkosság, hogy mi okozhatta Rudolf Rónörökösnek a halálát, de ezt most így nem akarom most ezt így elmondani, majd a könyvben, hogyha olvassák. Amit még nagyon fontosnak tartottam, hogy Erzsébetet nagymama szerepében is bemutassam, mert erről is sok minden kerül, hogy Erzsébet elmegye volt az unokáik, nem foglalkozott velük, nem foglalkozott Gizell a főhercegnővel, a lányával sem. Itt Mária Valériával láthatjuk, és az ő családjával is három gyermekkel. Miután meghalt Rudolf trónörökös, Erzsébet szinte csak feketét hordott, és csak néhány olyan alkalom volt, amikor a színes ruhát vett fel. Sokkal több alkalom volt valójában, és ezt Széli Mónika be is bizonyítja, hogy több alkalom volt, de hogyha mondjuk megnézzük ezt a képet, hogy én sem hittem el, hogy csak fehér, csak néha, de csak két alkalom volt, amikor fölvettem több is, de hogyha megnézzük, mert Mária Valériának a gyermekeinek a keresztelőjekor Erzsébet színes ruhát hordott. És hogyha itt már itt látjuk, hogy a harmadik gyermek van, mert itt az első az Ella, akkor ott a Ferenc Károly Salvatore az ölében Valériának, és a kis Hubert van Erzsébetnek a kezében, és itt is, hogy már harmadik gyermek, és itt is, hogy Erzsébeten színes ruha van a keresztelő erejéig, úgyhogy ez csak egy pár órát jelentett, ami ezt a ruhát fölvett, hogy levette a gyász. Itt pedig láthatjuk Gizella, a főhercegnőnek a lányát. Ez egy nagyon érdekes vonulat a könyvben, és az, hogy Erzsébet királynénak, Gizell a főhercegnő lányát Augusta főhercegné látható, ugyanis ő Magyarországra házasodott. És arról még nem szóltam, hogy Mihály főherceg, Erzsébet királynénak az unokája, aki Augusta főhercegnének a leszármazottja, ő előszót írt a könyvembe, aminek nagyon örülök, hogy nem is előszót, tehát ajánlót írt a könyvben, hogy ajánlja a könyvemet az olvasók számára. És itt azt szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, amit most elmondanék, hogy itt látható Rudolf Rondrökösnek az emlékműve. És hogy mondják azt, hogy Erzsébet nem foglalkozott az unokáival, hogy itt még ezt a keresztelőt sem tartotta fontosnak, hogy ő elmenjen az első gyermek keresztelőjére, az Augusta első gyermekére. Ez valójában a második dédunokája volt Erzsébetnek, csak az első
az ő két hónap előtte született, és nagyon hamar meghalt pár hetes korában, de ő igazából a második volt. És azért, hogy hát nem volt ott a keresztelőn Erzsébet, és ezt lehet többféle szemszögből megnézni, mert hogy akkor azt mondják, hogy azért nem, mert nem érdekelte ő Gizella, nem érdekelték az unokái. És én ezt úgy gondoltam, hogy nem így van, és erről is sokat beszélgettünk Patriciával, és Patricia felhívta a figyelmemet arra, hogy amikor szentelték a Rudolf trónörökösnek az emlékművét, ez pont egybe esett, itt az emlékmű, ez Korfun található volt, pont egybe esett azzal, amikor a keresztelője volt a gyermeknek. És hogyha belegondolunk abba, hogy a keresztelőt a szülés után nagyon gyorsan meg kellett tartani, és főleg azután is féltek, hogy nem akarták elhúzni, hogy az első unoka, dédunoka meghal, így ezért nagyon gyorsan megtartották a szülés után. Így hogyha ebbe belegondolunk, és abba, hogy az út Korfuról 5-7 napig tartott akkoriban, hogy odaérkezzen Münchenbe a keresztelőre, akkor már kicsit máshogyan nézzük a dolgokat. Mert hogy ő nem az érdektelenség miatt nem ment el a keresztelőre, hanem azért, mert éppen akkor éppen egybeesett az, hogy avatták Rudolf trónörökösnek az emlékművét, és én úgy gondolom, hogy akkor azért még annyira nem lehetett kiszámolni azt, hogy pontosan mikor fog megszületni a gyermek. És így a szülés után pedig már azonnal kellett, hogy megkereszteljék szinte azonnal. Itt látható Augusta főhercegnének az apósa és az anyósa, és róluk is több minden lesz a könyvben. Ez az egyik levélektől levelet teszek közé, ez még soha nem volt közölve sehol, ezt is Mihály főherceg családjától, a Habsburgok magyar ágának tulajdonában van ez a levél, és ezt József főhercegét a feleségének, Klotér főhercegnének. Ebben a levélben azért érdekes ez, most csak így gyorsan olvasok belőle, hogy végetlen örömmel olvasnám ki levelekből, hogy már kicsi, csak ezt a második részét, hogy ma csúnya, de melegköd vala, általában mióta itt vagyok, még nem fagyok. Ma a királyné magányosan ebédel. Tegnap színházban voltam vele, és rám parancsolta, hogy soha többé németül ne beszéljek vele, veled is csak magyarul akar beszélni, úgy lesz gyakorlásom. Ez is egy olyan érdekes dolog, ők is olyan Habsburgok voltak, akik elmagyarosodtak, a József főherceg, és a feleségével is csak magyarul beszél. És ez, hogy ez a mondat, ez egy nagyon sokat jelent szerintem, hogy ez is azt bizonyítja, hogy Erzsébet királyné, aki csak tudott magyarul, függetlenül attól, hogy mi volt az anyanyelve, magyarul akart vele beszélni. És itt egy másik érdekesség, amit mondanék, hogy amikor ezt a levelet elolvastam, nagyon örültem neki, és próbáltam, hogy akkor nézzük, hogy hát, ha megtaláljuk, hogy mit néznek a színházban, mert hogy itt van, hogy színházban voltam, hogy én így szerettem összerakni a dolgokat, hogy nem csak oda raktam, hogy ott van, hogy ez a levél, jaj, de jó, hogy megtaláltuk, hanem próbáltam, hogy akkor ezt megnéztem, és szerencsére sikerült is megtalálni, hogy akkor milyen darabot, egy népszínművet néztek meg, és az újság meg is írta, hogy ekkor megmagyaráztatta magának a népszínű de kapcsolatban Erzsébet királyné, hogy mit mondanak, mert hát ezért a népnyelv, a népies nyelvezet az nem olyan, mint az irodalmi nyelv. És hogy ezt leírták az újságok is, és erre utal ez a levél is. Úgyhogy érdekes, amikor így össze lehet rakni a dolgokat. Ez pedig Erzsébetnek egy magyar nyelvű levele, illetve nem levele, ez csak egy távirat. Azért van németül a része a táviratnak a jelölés, vagy hát így a rész, mert ez egy távirat volt, és csak a lényegi részt, amit Mária Valériának írt Erzsébet királyné, csak az van magyarul. És ebben pedig ezt írja. Köszönöm ezerszer a kedves jó meglepetést, mely nagyon meghatott. Úgy örültem neki. Szívből csókolva Erzsébet. Erzsébetnek írt alá lányának a távirat, az ugye Erzsébetnek írt alá. Ez a magyar nyelvű levele, Erzsébetnek élete végig magyarul írt és levelezett a lányával. És itt látható Valériának egy nagyon kedves portréja, ami a könyvem miatt került fotózás, és ennek nagyon örülök, mert nagyon tényleg annyira örülök, hogy ezt így megmutatok, és az egyik kedvenc képem a könyvben ez a portré, a sok közül meg van jó pár kedvencem. És ez a portré, ami érdekes még, hogy Nopcsa Várónak volt ajándéka. Nopcsa Váró Erzsébet királynak volt a magyar főudvarmestere, mert persze annak is magyarnak kellett lenni Erzsébet kérésére. És így, hogy ő Nopcsa Várónak ezt az ajándékot adta Mária Valéria, amikor férjhez ment. És a hátulja is megvan, az benne van a könyvben, ott el lehet olvasni, hát Valéria németül gravírozta, nem magyarul, németül gravíroztatta a hátuljára Nopcsa Várónak ezzel kapcsolatos dolgokat, hogy ezt ő neki adja ajándékba. És örülök, hogy ez így megmaradt. Itt pedig látható két
jó, már idő van. Nem kettő, mert ez egyik grófnő csak. Vallásra ott látjuk őt is, Mikes Janka grófnő. Mert nagyon sok udvarhagyja volt Erzsébet királynak, és több magyar udvarhagyja is volt, hogy benne is lesznek a könyvben, és nagyon sokról, nagyon sokan hallhattak már, meg olvastak szerintem. Viszont róluk annyira sokat még nem lehetett olvasni, és ezért próbáltam minél több olyan dolgot kutatgatni, ami velük kapcsolatos. Például egy Vallásra volt, akit látunk itt, ővel Erzsébet királyné még szénatárolóban is aludt, és ez is benne lesz a könyvben, hogy ez hogyan történt, hogy ő szénatárolóban aludt benne, vele, és nagyon sok kalandot átéltek együtt, mert az egyetlen vers, amit udvarhölgyhöz írt Erzsébet, és fennmaradt, az Majlás Zsaroltához szól például, ez is érdekes. És azért mondtam az előbb grófnőt, mert hogy ő nem grófnő, viszont Ferenc József tett egy olyan gesztust, ugyanis az udvarban az egyik osztráknak megtetszett, németnek megtetszett, Majlás Zsarolta grófnő, és feleségül akarta venni, viszont a törvények szerint nem lehetett, mert ő nem volt grófnő, az országbírónak volt a lánya. Azonban Ferenc József segíteni akart neki, hát lehet, hogy ezt is Erzsébet szorgalmazt, és ezért grófiragra emelte Majlás Zsaroltát. És akkor így lett a grófnő. A másik pedig Mikes Janka grófnő, akiről őrbola is sokat lehet majd olvasni. Ezt a képet pedig Barciától kaptam, mert ő is adott képeket a könyvbe. Nagyon örülök, hogy ezt is meg tudjuk mutatni, mert ez egy azért érdekes ez a kép. Ez a Monte Carlo-i kaszinó látható ezen, és hogy hogyan kapcsolódik Erzsébethez. Úgy kapcsolódik hozzá, hogy ez pedig egy titkos rendőri jelentésből, nem jelentés, hanem egy rendőri visszaemlékezéseket, Xavier Paulinak hívták ezt a rendőrt, és én nagyon élveztem, angolul is megjelentek ezek a visszaemlékezések, hát nem most jelentek meg, hanem tudom, 100 évvel ezelőtt, úgyhogy jó régen, és én nagyon élveztem, amiket ő írt. És ezzel kapcsolatban, a kaszinóval kapcsolatban is írt egyet Pauli. A királyné szeretett új dolgokat kipróbálni. Egyik reggeli sétája után Paulihoz küldetett. Pauli úr, kérem, kísérjen el minket a Monte Carlo-i kaszinóba. Még soha nem jártam ott. Életemben egyszer nekem is látnom kell egy játéktermet. Pauli így emlékezett vissza a kis titkos kirándulásra. El is mentünk hármasban, a császárné, Sztárai grófnő és én. Eldöntöttük, hogy vonaton utazunk. Beszálltuk az egyik első osztályú kocsiba, ahol már ült két angolhölgy. A császárné élvezte az inkognitót, letelepedett melléjük. Monte Carlo-ban egyenesen a kaszinóba mentünk, és besétáltunk a ruletterembe. A császárné átcsuhant a tömegen, és elvegyült az asztal fölé, hajoló játékosok között. Lenyűgözve követte szemével a kis folyót, épp úgy, mint ahogy egy gyermek néz egy új játékot. Egyszerre csak kivette egy 5 frankost a kézitáskájából, és így szólt. Lássuk, lesz-e szerencsém. A 33-as számban hiszek. A 33-as négyesbe helyezte a nagy érmét. A kerék első pörgetésénél vesztett. Ekkor rátett ismét, és megint vesztett. Harmadjára kijött a 33-as. A krupiék gyerekével odatolt elé 175 frankot. Ő boldogan összeszedte, majd felén fordulva súgta. Gyorsan menjünk innen, soha életemben nem nyertem még ennyi pénzt. Ez a jelenet, ez Rudolf halála után történt, és én, mivel nem szeretem azt, hogy mindig szomorkodunk, így próbáltam, hogy, mert Erzsébet nem csak szomorúságról szólt utána az élete, és próbáltam olyan dolgokat is beletenni, ami bemutatja, hogy azért Erzsébet nem az a megkeseredett asszony volt, hogy nem csak arra kell gondolni, hanem nagyon jó humora volt még élete végén is Erzsébet királynak, és ebben is látszik, hogy tényleg ilyen dolgokat is végzett, mint például a kaszinóban. A millenniumi ünnepségekkel kapcsolatos is egy rövidebb fejezet, és ez pedig a millenniumi ünnepséget, ezt azért tartottam fontosnak, mert hogy Erzsébetnek ez volt az utolsó reprezentációja, nem csak Magyarországon, hanem az egyáltalán mint császárné is ez volt az utolsó reprezentációja, akkoriban már nem reprezentált. És a millenniumi ünnepségekkel kapcsolatban, amiket én itt nem az ünnepséget írtam le, mert szerintem azt bárhol olvashatják, hogy mi volt, mit lehetett látni, hanem az Erzsébetre vonatkozó részeket, hogy milyen kiállításokat tekintett meg, hogy mi, hol mi történt vele, mert szerette például inkognitóban megtekinteni a kiállítást, és volt olyan, hogy felfedezték, akkor köréje seregén lettek, és Erzsébet teljesen pánikot kapott attól, hogy az emberek körülötte összegyűltek. Úgyhogy ilyen dolgokat jegyeztem le, és tettem együtt történetté. Itt látható Gizella főhercegnő. Őről még nem sokat szóltam most, de Gizella főhercegnő is fontos szerepet kap, mert szerettem volna azt is bebizonyítani, hogy ő vele is
is törődött Erzsébet királyné, és Gizella főhercegnőt is nevezhetjük magyar király kisasszonyunknak, ugyanis igaz, hogy fiatalon ment férjhez, viszont ő még akkor is nagyon sokat visszajárt Magyarországra férjével együtt, és nagyon szeretett Magyarországon lenni, és mint ahogy mutattam az előbb, hogy az ő egyik gyermeke házasodott Magyarországra, és így mond el is magyarosodott ő is a gyermeke. Itt láthatunk egy érdekes képet, ez a szállodáról van a Genfi Hotel, ahol Erzsébet királyné meghalt, és hát sajnos most már nem olyan, mint ahogy akkoriban kinézett, viszont igyekeztem minél több helyről képeket szerezni, és úgy gondoltam, hogy a kiállítás, vagy hát a kilátás a hotelből az örök, hogy igaz, hogy a bútorok azok nem olyanok, de így, hogy bemutatom a könyvben, hogy melyik volt Erzsébetnek a szobája, ilyen sarokszoba, hogy ott a képen látható, és hogy ezt látta, ez volt a nappalia, a hálószobát is lehet látni, és ott hát majd a könyvben megnézhetik, hogy a látvány, és a hegyek látvány az ugyanaz, mert azok nem fogtak el, hogy nem raktak oda több helyet, úgyhogy azt azért hegyet, úgyhogy láthatjuk, hogy Erzsébet királyné mi volt az, amit ő utoljára látott, ahol az utolsó éjszakáját töltötte, illetve nem azt látta utoljára, hanem a tengert látta utoljára, mert ott vesztette el az eszméletét. És itt ez is a Genfben, a Genfi ravatarról van ez a kép. Magyarországon nyílt meg az első múzeum, első Erzsébet királyné múzeum a világon, és ez is mutatja, hogy a magyarok mennyire nagyon fontosnak tartották azt, hogy múzeumot hozzanak létre. Mert a Bécsi Múzeum az sokkal később nyílt meg, és most úgy gondolom, hogy már egy ilyen nagyon marketing termék lett Erzsébet királyné Bécsben, és a magyarok részéről viszont én úgy gondolom, hogy mindig megjelenik ez a szeretet, a magyarok szeretet Erzsébet királyné felé, és én úgy írtam ezt a könyvet, hogy én ezt szerettem volna, hogy azt a szeretetet, ami megmaradt így a magyarságban, azt minél több emberhez elvigyem, hogy a fiatalabbak is, akik olvassák a könyvet. Mert például 12 évesek is vannak, akik követik a dolgaimat, a YouTube-on is szoktam kommentelni, vagy írni nekem, és a dedikálásnál is hát pár helyen tartottam könyvbemutatót, és 2 12 éves volt, aki ott volt, hogy dedikáltam, hogy ők mennyire szeretik Erzsébet királynét, hogy ők 12 éves gyereknek dedikáltam, meg volt olyan, amit megint szintén azt hiszem, hogy 13 éves gyereknek vittek. Úgyhogy én azt szeretném, hogy minél többen fiatalokhoz is eljusson a könyv, és azért is úgy írtam, hogy élvezhető legyen a fiatalabb korosztálynak is, és mindenki számára, és sok idősen olvastam már a könyvben, mert az idősebb különböző korosztályból is írtak, és szerencsére élvezték, úgyhogy ennek igazán nagyon örülök. És még egy nagyon utolsó, csak egy fél perces dolgot szeretnék elolvasni ezzel kapcsolatban zárásként, hogy az, hogy hogyan Erzsébet királyné, hogy én szerintem ez is mutatja, hogy hogyan gondolt magára. Egyik hegyi túrája alkalmával magyar udvarhölgyével betértek egy menedékházba, ahol frissítőket vettek magukhoz. Távozáskor a házgondnoka megkérte, írja be nevét a vendégkönyvbe. Erzsébet intett magyar kísérőjének, aki a következőt vetett alapra. Elizabeth Kaiserin von Österreich. A királyné megnézte az írást és a fejét rázta, de nem szólt semmit. Csak lehúzta a kesztyűjét, majd felvette a tollat, és ezt írta ugyanarra a lapra. A németül beírt neve és titulusa alá. Erzsébet magyar királyné. És úgy gondolom, hogy nekünk nem szabadna elfelejteni, hogy ki volt Erzsébet királyné, és nagyon remélem, hogy majd lesz majd még Budán is lesz, nagyon örülnék, hogyha lenne Erzsébet királyné múzeum a budai várban, mert hát ha egyszer, de voltak erre próbálkozások, ugye? Hogy hát ha egyszer majd lesz magyar a Budán is. Szoktál nagyon sok külföldi következő oldalamat, meg is sok külföldinek tartottam már ilyen diplomat a feleségeknek előadás, meg üzletemberek feleségeinek ilyen zárt körű előadásokat, és mindig kérdezték, hogy hol van a várban múzeum, és egy kicsit kellemetlen érzés is volt mondani, hogy nincs a várban Erzsébet királyné emlékmúzeum, és az olyan néztek döbbent, hogy ez meg hogy lehet, hogy Magyarországon nincs a budai várban Erzsébet királyné emlékmúzeum, hogy, és akkor így az ember magyarázkodhatott, hogy ez hogy van, és mindig mondtam, hogy Gödöllőre menjenek ki, és így megmondtam, hogy hogy kell Gödöllőre kimenni, sokan ki is mentek, mint mondták, kimentek, de hát sokan fel is voltak háborúban, hogy micsoda dolog ez, hogy nincsen, mert ők arra számítottak, hogy majd itt mennek Budán, és akkor bemennek a királyi várba, a palotába, és akkor majd ott lesz egy Erzsébet királyné emlékmúzeum. De remélem, hogy ide is el fogunk jutni, és majd lesz itt nekünk is Erzsébet királyné emlékmúzeum. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.